Sziasztok! Ez a Retrotech Hungary YouTube csatornája. A zenépar az elmúlt években masszív változásokon ment keresztül. A streaming térnyerésének köszönhetően úgy tűnik, hogy elfogy a kiadók lába alól a talaj, hiszen a fizikai hanghordozó eladások szépen beleálltak a földbe. Persze lehet vásárolni még mindig CD-t, a hanglemez is feljövőben van, de ezek mind apró pénznek tűnnek a korábbi számokhoz képest. Természetesen továbbra is üzleti vállalkozásokról van szó, ezért érthető, hogy minden szalmaszába megpróbálnak belekapaszkodni, amiről úgy gondolják, hogy általa többlet bevételre tehetnek szert. Ezzel egyébként nincs is az ég egy világon semmi probléma. Többek között ez is az oka annak, hogy új reneszánszát éli a hanglemez is, amely bár alapvetően egy olcsó formátum, egyértelműen a prémium kategóriába van most már pozícionálva, és sajnos az is teljesen világos, hogy egyelőre a mennyiségen van a hangsúly, és nem a minőségen. Ugyancsak megkerülhetetlen tényezővé vált a streaming is, és napról napra erősödnek az olyan szolgáltatások, mint a Spotify, a Tidal, a Kobuz, vagy éppen az Amazon Music HD, de az olyan fájl letöltő szolgáltatások is, mint a HD Tracks vagy a Seven Digital. Nyilván a CD hangminőségét elérő vagy azt megközelítő felbontással rendelkező zene streamelése és letöltése ma már eléggé hétköznapi dolog, tehát ha a zeneipar és a korábban említett streaming szolgáltatók egy kis extra bevételre szeretnének szert tenni, akkor prémium szolgáltatásokat kell ilyen téren is nyújtaniuk. Az egyik ilyen szolgáltatása nagy felbontású zene értékesítése, fájletöltés vagy streaming formájában. Az aktuális helyzet egyébként ezzel kapcsolatban viszonylag nyugtalanító, legyen szó a FLAC vagy DSD formátumban terjesztett nagy felbontású zenékről, vagy éppen a fiatal üdvöskéről, az MQA-ről. Úgy tűnik, hogy itt is elsősorban a mennyiség és nem a minőség az, ami dominál. A mai videót tehát ennek a témakörnek fogom szentelni, és meg fogom vizsgálni, hogy a prémium árazásért minden esetben prémium tartalmat kapunk-e. Először is tisztázzuk azt, hogy mi a nagy felbontású zene, vagy ahogy angolul mondjuk, high res definíciója. Nos hát ilyen meghatározás igazából nincs is, azaz bármit, ami a CD minőségénél nagyobb felbontást tud nyújtani, azt nagy felbontásúnak hívunk. Ugye a CD minőséget a 16 bitben és 44,1 kHz-es minteli frekvenciában határozzuk meg. A bitek száma adja meg, hogy milyen részletességgel és mértékben vagyunk képesek megkülönböztetni a leghangosabb és leghalkabb hangokat egy felvételben, és ebből adódóan minél nagyobb a bitmélység, annál nagyobb az úgynevezett dinamika tartományunk, és annál jobb lehet az elérhető jelzaj viszonyunk is. Ezzel ellentétben a mintavételi frekvencia azt határozza meg, hogy mekkora frekvencia tartományt vagyunk képesek rögzíteni. Ez a Shannon Nyquist féle mintavételezési tételből adódik, amely kimondja, hogy a mintavételezett jel legmagasabb frekvenciájú összetevőjének a duplája kell, hogy legyen a mintavételi frekvencia ahhoz, hogy az eredeti jel teljes frekvencia spektruma rekonstruálható legyen. Tehát ez azt jelenti, hogy a CD esetén a 44,1 kHz frekvenciával mintavételezett jelet egészen 2250 hz képesek vagyunk rekonstruálni. A valóságban persze ez egy kicsit kevesebb, mert az aluláteresztő szűrő a CD lejátszó dAC-jának a kimenetén az utolsó pár kHz-t mondjuk úgy lecsapja, de még így is képes ez a felbontás a 20 és 20 kHz közötti hangokat maga biztosan visszaadni. az előbbiekből következik, hogy a nagy felbontású zenét streamelő vagy azok letöltését lehetővé tévő szolgáltatások sokkal nagyobb dinamikatartományal és nagyobb frekvencia átvitellel rendelkező zenéket tesznek elérhetővé a hagyományos CD lemezek által nyújtott minőséghez képest. Egy 24 bit 96 kHz felbontású hangfájl képes akár 144 decibeles dinamika tartományt kódolni, a CD lemez 96 decibeljéhez képest az átviteli frekvencia tartomány teteje pedig 48 kHz, tehát a CD lemeznek több, mint a duplája. Az emberi föl körülbelül 115 decibel hangerő különbséget képes észlelni, és azt is inkább a 2 kHz és 5 kHz közötti szűk tartományban, amelyre a hallásunk a leginkább érzékeny. A frekvencia tartomány tekintetében pedig 20 kHz körül van az az elméleti maximum, amit egyébként csak a viszonylag fiatal emberek szűk csoportja képes észlelni. Egyértelmű tehát, hogy a 16 bit felbontáshoz képest a 24 bitben hát van ráció, hiszen a 90 decibel jóval az emberi fül körülbelül 115 decibeles maximális érzékelési szintje alatt van, de a 20 kHz fölé menni már egy nehezebben magyarázható lépés. Arról nem is beszélve, hogy inkább az én korosztályomból kerülnek ki az igazán elhivatott hifi rajongók, és bizony én személy szerint 15 kHz fölött már nem nemigen hallok semmit, ami egy abszolút életkori sajátosság és az átlagnak megfelelő képesség. Mi értelme van tehát a nagyobb mintavételi frekvenciának? A hangszerek által keltett hanghullámok hossza nem csak egy adott frekvenciára korlátozódik, amit alaphangnak nevezünk, hanem egy időben több frekvenciát is érintenek. Ezeket hívjuk felharmonikusoknak. Ezek a felharmonikusok akár megjelenhetnek a 20 kHz fölötti tartományokban is, és ezeknek a különböző frekvenciájú részeknek az összessége adja meg mondjuk egy részfúvós, egy gitár vagy egy zongora hangját. Tehát a felvételen lehet számtalan olyan hang, amit fizikailag nem hallunk, de mégis része az adott hangszer hangjának. Ezek az ultramagas hangok természetesen visszahatnak a hallható frekvencia tartományra is, ha mással nem, hát azzal, hogy ezek a hanghullámok is megmozgatják a magas hangsugárzók membránját, és ezáltal hatással lehetnek a hallható frekvencia tartományra is. Ez a hatás egyébként akár káros is lehet, ilyenkor beszélünk intermodulációs torzításról. Hogy ezeknek a részleteknek a mennyi a tényleges befolyása a végső hangra, amit hallunk, az nem könnyen megválaszolható kérdés. Függ az adott felvételtől, a lehallgatási lánc képességeitől, és mivel nem egyformán hallunk, ezért az adott egyéntől is. Nagyon nagy gyakorlatot igényel, hogy ezeket az apró különbségeket meghalljuk és mindez idáig senki nem végzett semmilyen komoly tudományos munkát azzal kapcsolatban, hogy milyen előnye és vagy hátránya lehet a nagy felbontású zenének. Ebből adódóan a vita ezen részén most lépünk is túl, hiszen igazából nincsenek valódi érvek és ellenérvek sem. Közelítsük meg más oldalról a dolgot, mert az mégiscsak egy valós érv lehet, hogy ha a stúdióban ezeket a 20 kHz fölötti hangokat is rögzítették, akkor miért is ne rendelkezzünk pontosan azzal a részletességű felvétellel, amit a hangmérnökök is hallgattak. Szóval, ha bár a hallásunk korlátait figyelembe véve első körben nem tűnik racionálisnak a dolog, de arra igenis lehet igényünk, hogy a mesterfelvétel részletességét kapjuk meg otthon is, és ezután mindenki a vérmérséklete és a rendszere és a füle képességei alapján eldöntheti, hogy ez megéri-e neki. Én minden esetre arra szavazok, hogy a lebutított változat helyett ide nekem az eredeti mesterfelvételt. Persze ez az egész csak akkor nyer értelmet, ha a hifi rendszerünk minden eleme képes valósághűen reprodukálni ezeket a felvételeket. A forrás eszközünktől kezdve az erősítőn keresztül a hangsugárzókig. Ez egyébként a könnyű része a dolognak, hiszen a frekvencia menet általában szerepel a hifi eszközeink adatlapján, tehát ha minden eszköz a láncban például legalább 50 khz képes átvinni a hangot, akkor technikai szempontból már lesz értelme ilyen felvételeket hallgatni. A modern erősítők, a dakok, a streamerek ma már rendelkeznek a nagy felbontású anyagok lejátszásához szükséges sávszélességgel, de a hangfalak azért még mindig szűk keresztmetszetet jelenthetnek. De tételezzük fel, hogy a rendszerünk megfelel a minimális követelményeknek. Innentől jön ugyanis a neheze mégpedig, hogy valódi és jó minőségű nagy felbontású felvételeket kell beszereznünk. Ez ahogyan a bevezetőben is említettem történhet úgy, hogy előfizetünk mondjuk a tidal és akkor streamelni tudjuk ezeket a felvételeket, vagy letölthetjük azokat az olyan szolgáltatóktól is, mint például a HD Trax, vagy a Seven digital a gond ezzel már csak az, hogy az, hogy egy felvétel nagy felbontású, még nem garancia arra, hogy jó minőségű is. Számtalan hibát lehet ugyanis véteni a stúdió munka vagy a masterelés során, sőt a normál CD minőségű felvételt akár pofátlan módon fel is lehet skálázni nagy felbontásúra. A videó további részében ezekre fogok mutatni néhány pozitív és hát még több negatív példát. Az első a sorban egy a HDTracks.com-ról letöltött 24 bit 96 kHz-es nagy felbontású fájl, George Benson, Breezin című száma. Az elemzéshez az Adobe Audition nevű szoftvert használom, ami rendelkezik olyan analitikai eszközzel, amelynek a segítségével a jelet az időtartományból a frekvencia tartományba lehet transformálni. Az ezt lehetővé tévő matematikai algoritmust hívják gyors Fourier transformációnak, azaz FFT-nek. Szóval nem csak az adott jel nagyságát vizsgálhatjuk egy adott időpillanatban, hanem az FFT segítségével azt frekvencia komponenseire is bonthatjuk. Első ránézéssel látszódik, hogy a felvétel egészséges mértékű headroommal rendelkezik, nem az az nagyon kompresszált hangos felvétel, amelyeket napjainkban rögzítenek. Ellenben, ha megnézzük az FFT görbéjét ennek a felvételnek, akkor már több furcsaságra is fény derül. Először is 20 kHz környékén van a jelben egy beszakadás, ami arról is tanúskodhat, hogy valószínűleg a felvételt rögzítő forrásanyag sokkal kevesebbre volt képes, mint ami indokolná az ilyen magas mintavételi frekvenciát. A grafikon mozgásából az is látszódik, hogy zenét körülbelül 26 khz kapunk, ami e fölött van az csak zaj, hiszen az a tartomány nem mozog együtt a zenével, hanem egy helyben áll, ami ugye inkább a folyamatos és monoton zajra jellemző. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy itt a kevesebb több lett volna, és mondjuk 48 kHz-es mintavételi frekvenciánál nem kellett volna nagyobbat választani. Így van egy feleslegesen nagy hangfájlunk, amelynek a fele csak zajt rögzít. További érdekesség a három kiúró tüske, 31 kHz-nél, 35 kHz-nél és 39 kHz-nél. Ezek az impulzusok bizony belenyalnak a mínusz 115 decibeles tartományba is, ami elméletileg hallható lenne, ha nem lenne a frekvencia ilyen magas. Csak hogy szakmailag korrekt maradjak, amikor azt mondom, hogy mínusz 115 decibel, akkor mínusz 115 dBFS-re gondolok. Minden esetre ez a három tüske semmi más nem csinál, mint hogy feleslegesen melegíti, vagy éppen intermodulációs torzítást okoz a magas hangsugárzóinkban, sőt, ha az erősítőnk nem képes az ilyen magas frekvenciájú hangokat megszólaltatni, az további problémákat okozhat, szóval ez egyértelműen nem zene, csak szemét. Elképzelhető, hogy ezek a tüskék az analóg digitális átalakítóba beszivárgó zajok, amelyeket például ultrahangos tűzjelzőkészülékek, vagy éppen számítógép monitorok okoztak. Szóval ennek több magyarázata is lehet, de a lényeg az, hogy itt bizony zajt is vásároltunk a pénzünkért, nem csak zenét. Jobb a helyzet a Gregory Porter Take Me to the Alley című lemezével kapcsolatban. Ha kielemezzük az FFT grafikonját ennek a felvételnek, akkor láthatjuk, hogy 48 kHz zenét kapunk a pénzünkért, és még a legmagasabb frekvenciájú összetevő is benéz mínusz 115 decibel fölé. Tehát itt abszolút van létjogosultsága a nagy felbontású formátumnak. Igaz, hogy ez a felvétel sem hibátlan, és a természetesnek látszó frekvencia menet mellé kapunk egy kis zajt is 27 kHz környékén, ami csak az énekkel együtt jelenik meg, szóval vagy Mr. Porter képes 27 kHz-en tekintélyes nagyságú hangnyomást kipréselni magából, vagy a felvételhez használt mikrofonja szedett össze valami környezeti zajt. Ez egy kicsit érthetetlen számomra, hiszen a a hangstúdióban is rendelkezésre állnak az olyan eszközök, amelyekkel az ilyen zavarokat ki lehetne szűrni, utólag elnyomni, vagy legalábbis tudomást szerezni róluk, hiszen ezeknek a dolgoknak semmi keresni valója nincsen a felvételen. Minden esetre összességében ez a felvétel nem kidobott pénz az ablakon, itt azért valódi nagy felbontásról van szó. Abszolút átverés kategória Gary Clark Jr. Black and Blue című albuma. Itt teljesen egyértelmű, hogy a CD verzió lett felkonvertálva 24 bit 96 kHz-re. Amint azt a képernyőn is láthatjátok, 22 kHz fölött csak zajt kapunk a pénzünkért, tehát ott semmilyen zenei tartalom nincs. A természetes zene egyenletes ütemben veszít a hangerejéből, amint haladunk az egyre magasabb frekvenciák felé, ahogyan azt a Gregory Porter féle felvétel FFT grafikonján is láthattuk. Itt szó sincs ilyesmiről, 22 kHz környékén egy durva úgynevezett brick wall, vagy nagy meredekségű alulátereztő szűrővel le van csapva a muzsika, és ezután csak egyenletes zajt kapunk. Ez a felvétel semmi másra nem jó, mint hogy felesleges helyet foglaljon a merev lemezeteken. De hogy Mutassak egy jó példát is, vegyük a Lisa Simon My World című felvételét, ami egy 24 bit és 88,2 kHz-es felvétel. Látszódik, hogy egészen 44 kHz-ig van tartalom, sőt 36 kHz-ig, mínusz 115 decibelnél is nagyobb a jel amplitudója, és nincsenek nem odaillő tüskék és zavarok a felvételben. Kompresszió persze itt is van, de mondjuk úgy, hogy a jó ízlés határain belül. Ez a felvétel kiváló stúdió munka, és technikai értelemben abszolút előrelépés a CD verzióhoz képest. Eddig elsősorban olyan felvételekkel foglalkoztunk, amelyeket különböző forrásokból tölthetünk le. Egyébként ide sorolhatnánk a DSD formátumú fájlokat is, de ezeknél az FFT elemzést az audition nem tudom elvégezni, úgyhogy ettől most eltekintenék. Valószínűleg a DSD-re is helyel közel ugyanazokat a megállapításokat tudnánk tenni, és ugyanazokat a hibákat, mint például az esetleges zajforrások kiszűrésének a hiánya, ugyanúgy el tudják követni a stúdió során, szóval ilyen szempontból valószínűleg nincs különbség. Na de mi van azokkal a nagy felbontású zenékkel, amelyeket az internetről streamelünk? A két legismertebb szolgáltató, amely a CD feletti hangminőséggel kecsegtet, az a Tidal és a Qobuz, bár néhány országban már erőteljesen nyomul az Amazon Music hd és hát ne feledkezzünk meg az Apple Musicról sem. Sajnos a Qobuz és az Amazon Music HD Magyarországon még nem elérhető, ezért egyelőre nekünk csak a Tidal létezik alternatívaként. A Tidal az úgynevezett MQA, azaz Master Quality Authenticated File formátumot használja, ami gyakorlatilag töleg like egy flag file plusz némi algoritmikus steroid házasságából született. Az FLAC vagy FLAC állomány alapvetően egy ingyenes, veszteségmentes tömörítést használó zenei fájformátum, amely úgy csinál kisebb méretű állományt az adott zeneszámból, hogy kicsomogolásnál visszakapjuk a felvétel eredeti bitjeit. A megoldás hasonlít arra, amikor egy Word dokumentumot betömörítünk, hogy az kisebb méretű legyen, de kicsomogolás után mindig visszakapjuk az eredeti dokumentumot teljes hiánytalanul. Az MQA is alapvetően ezt a formátumot használja a némi csavarral persze. Az MQA tulajdonképpen egy komplex tömörítő algoritmus, amely több lépcsős műveletet hajt végre az eredeti felvételen. Ezt a formátumot létrehozó Meridian Audio nevű cég Foldingnak nevezi, amit talán hajtogatásnak fordíthatnánk le, és amelyet a cég szemfülesen origaminak is hív. Az eljárás sajátossága az, hogy az eredeti felvételt teljes minőségében csak megfelelő szoftver és hardware környezetben lehet visszaállítani. A dekódolásnak három szintje van összesen. Az első az úgynevezett core decoder, vagy központi dekóder, amely segítségével a megfelelő szoftverekkel akár 24 bit 96 kHz-es felbontás is elérhető. A második szint a renderer, amikor a központi dekódolást végző szoftvert egy MQA kompatibilis dakkal párosítjuk, és amely segítségével a minőség elméletileg még tovább növelhető. Végül a harmadik szint az úgynevezett full decoder, amely általában egy olyan dedikált lejátszott takar, mint például amilyen a Blue Sound Note 2-es, amely egészen 24 bit, 192 kHz-es felbontásig képes az MQA fájlok -ok kibontására. Nagyon jól látszódik, hogy ahhoz, hogy az MQA-ből mindent ki tudjunk sajtolni, kell egy mqa szolgáltató streaming szolgáltatás, vagy egy MQA kódolású flag file, valamint a teljes digitális arzenálunknak MQA kompatibilisnek kell lennie. Ahogy említettem, az MQA működése meglehetősen bonyolult. Számos különböző stratégiát alkalmaznak annak érdekében, hogy az eredeti nagy nagyfelbontású hangfelvételt egy 24 bit 44,1 kHz-es, vagy egy 24 bit 48 kHz-es PCM forrásfájba hajtogassák, amelyet a nem MQA kompatibilis eszközök is le tudnak játszani az előbb megnevezett felbontásokban. A példa kedvéért nézzük meg, hogy hogyan hajtogatnak össze egy 24 bit és 192 kHz-es frekvenciával mintavételezett felvételt egy 24 bit 48 kHz-es fájl által elfoglalt helyre. Először is az eredeti felvételt lekonvertálják 24 bit 96 kHz-re egy úgynevezett végtelen impulzusválasz válasz szűrő közbeiktatásával, hogy elkerüljék az elővisszhang kialakulását, de ezt a szokásosnál kisebb szűrő meredekséggel kombinálva. Természetesen ennek az alulmintavételezésnek, vagy aliasingnek és a kis meredekségű szűrőnek vannak egyéb negatív hatásai, artifaktjai, gyakorlatilag zaj, amelyet szépen betolnak a 0 és 48 kHz közötti hangfrekvenciás sávba, de elméletileg csak olyan mértékben, ami biztosan a hallható tartományon kívül esik. Az egyik nagyon fontos megelőző intézkedés, hogy a 0 és 7 kHz közötti sávot tekintve elő van írva, hogy legalább 32 decibel különbségnek kell lennie az oda zaj és a hasznos jel között. Amikor az MQA működését elemezve eljutottam erre a pontra, már is elkezdett a bennem mélyen szunnyadó audiofil nyugtalankodni. Na de menjünk tovább. Ezután opcionálisan egy másik szűrő kikukázza az ultramagas hangokat az úgynevezett Nyquist frekvenciánál, azaz ebben az esetben 48 kHz környékén, hogy ezáltal tovább minimalizálja azok negatív hatásait az alul után. Ennek van egy olyan pozitív hozadéka is, hogy a szűrő csökkentheti az úgynevezett ringing hatást is. Ahogyan az a képen is látható, az impulzusunk előtti és utáni hullámokat nevezzük ringingnek. Mivel ezek a kilengések nincsenek benne az eredeti jelünkben, ezért érthető módon ez is egyfajta torzításnak tekinthető. A következő lépés mérnöki szemmel nézve talán a leggeniálisabb, ez pedig maga a hajtogatás módja, ami biztosítja azt, hogy az MQA file teljesen kompatibilis maradjon a hagyományos PCM lejátszó eszközökkel is. A frissen manipulált és előkezelt 24 bit 96 kHz-es fájlunkat 24 bitről 16 bitre konvertáljuk, miközben a dithering, azaz a zajmoduláció és a noise shaping, azaz zajformálás segítségével megkíséreljük azt, hogy a valóságban olyan 20 bitnek megfeleltethető mennyiségű felbontás azért maradjon, annak ellenére is, hogy csak 16 fizikai bit áll rendelkezésre az átalakítás végén. Az így elkészült 16 bit és 96 kHz-es fájlunkat átküldjük egy frekvencia szétválasztó szűrőn, amelynek segítségével két különálló jelfolyamot állítunk elő. Az egyik a nullától 24 kHz-es frekvenciatartományt fedi le, míg a másik pedig a 24 és 48 kHz közötti tartományt. A 24 és 48 kHz közötti tartományt rögzítő jelfolyam ezután veszteséges tömörítésen esik át, amely lehetővé teszi, hogy ezt a tartományt belepasszírozzuk a korábban felszabadított 8 bitnyi helyre, ami ugye a 16 és 24 bit között szabadult fel a korábbi átalakítások során. Az így keletkezett állomány most már 24 bit 48 kHz-esnek mutatja magát. Egy hagyományos DAC az első 16 bitet ezután normál zenei tartalomként, míg a maradék 8 bitet zajként dekódolja, de ennek a zajnak ezen a ponton elméletileg nagyon alacsony a jelszintje. A befejező lépés az, hogy egy vízelet kap a fájl, ami ahhoz szükséges, hogy a dekódolást végző MQA kompatibilis eszköz felismerje, hogy MQA állományal van dolga, és megkapja a megfelelő instrukciókat a dekódolás végrehajtásához. A Meridian elvárása a technológiáját licenszelő entitások felé, hogy titkosított aláírással lássanak el minden egyes fájt, amit HSM-nek vagy Hyper Security module hívnak. Ez a vízjel tartalmaz egyéb információkat is, mint például az adott dal, zeneszerző, jogtulajdonos, stb. leírása. Amikor ez a vízzel felismerésre és hitelesítésre került a lejátszást végző eszköz számára, akkor azt egy zöld vagy egy kék led jelzi a dekódolást végző eszközön. Elnézéseteket kérem a tőlem szokatlanul részletes és száraz technikai leírás miatt, de nem láttam más módot arra, hogy demonstráljam az egész megoldásnak a zsenialitását, és egyben az abszurditását is, hiszen fogunk egy eredeti nagy felbontású mesterfelvételt, és olyan mértékű matekozást végzünk rajta, amit a NASA is megirigyelne. Természetesen az előbb részletezett átalakítások egyike sem tekinthető veszteségmentesnek, tehát felmerül a kérdés bennem, és hát gondolom bennetek is, hogy egyébként az MQA-nek mennyi köze van az eredeti felvételekhez. Hát matematikai értelemben semmi, ami szerintem fundamentális módon rácáfol az MQA létezésének az értelmére is. És ez egyáltalán nem a hangminőségről szól, hanem arról, hogy azt ígéri a technológia, hogy az otthonunkban az eredeti mesterfelvételeket hallgathatjuk, ami nyilvánvalóan nem igaz. Az MQA az én értelmezésem szerint egy zseniálisan felépített üzleti vállalkozás. Az összes résztvevő ebben a folyamatban licenszdíjat fizet az MQA utána Meridiannek. Tehát a stúdióban MQA kompatibilis eszközök kellenek, a tidal mint platformnak, alkalmasnak kell lennie az MQA streamelésére, a DAC vagy streamer gyártóknak is meg kell szerezniük az MQA licencet és a végén természetesen ezeket a költségeket nem nyerik le az iparági szereplők, hanem hát szépen kifizettetik velünk. Ezért is mondtam az előbb, hogy az MQA elsősorban üzlet, és csak másodszorban egy alternatív megoldása nagy felbontású zene a fogyasztókhoz való eljuttatására. További probléma az, hogy az MQA veszteséges tömörítést használ, hiszen a hajtogatáshoz vagy foldinghoz használt bonyolult algoritmusok módosítanak és kidobálnak részleteket az eredeti mesterfelvételekből. Mégis hogyan lehet mesterfelvételnek nevezni valamit, amelyen ennyi veszteséges módosítást eszközölnek annak érdekében, hogy minél kisebb méretűre sűrítsék azt össze. És itt a nagy kérdés, hogy milyen problémát akarnak ezzel igazából megoldani. Én úgy érzem, hogy egy nem létezőt. Ugyanis a nagy felbontású zenének csak nagy felbontású környezetben van értelme, tehát ha a lehallgatási láncunk osan alkalmas rá. A mobiltelefonunkon keresztül egy Bluetooth fülesre streamelve a buszon vagy a metron még a CD minőségnek sincs sok értelme, és ugyanez igaz egy olyan zajos környezetben is, mint például amilyen az autónk. Tehát, ahol igazán számít az, hogy minél kevesebb adatot vigyünk át, mert az drága, vagy mert az adott sávszélesség nem áll rendelkezésre, ott általában pont nincs erre a minőségre szükségünk. Ellenben otthoni környezetben, ahol meg valószínűleg minőségi HIFI eszközeink vannak, amelyek. Képesek megmutatni a nagy felbontású zenében rejlő potenciát, és nagy valószínűséggel van vezetékes, szélesávú internet is, ott meg nem igazán van szükség veszteséges tömörítésre a FLAC vagy egyéb más veszteségmentesen tömörített formátum teljesen megfelelő. És igen, tudom, hogy nem mindenhol lehetséges a stabil, szélessávú, vezetékes internetre előfizetni Magyarországon, de a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyors jelentése alapján a vezetékes, szélessávú internet előfizetések száma 7,2 millió volt 2020-ban, és legalább a háztartások felében már több mint 30 megabit per szekundum sávszélességű internet van bekötve, egy 24 bit 192 kHz-es mintavételi frekvenciájú FLAC file streameléséhez kb. 7 megabites sávszélesség szükséges, de veszteségmentes tömörítés nélkül is maximum 10 megabitre. Tehát ha van is köztetek olyan, akinek szüksége lenne az MQA által nyújtott extra tömörítésre a zavartalan zenehallgatás érdekében, az biztos, hogy ez nem egy jellemző probléma. Tehát ha tényleg az eredeti stúdió minőségű felvételre van szükségünk, azt a nagy többség mindenféle MQA trükközés nélkül is tudná streamelni. Szóval összefoglalva az, hogy ez a mesterszalag minősége lenne, technikai értelemben erős túlzás, még ha pszichoakusztikai értelemben ez nem feltétlenül van így. Bár egy ideje Tidal előfizető vagyok, és hogy felkészüljek a mai videóra, elég sok MQA kódolású felvételt hallgattam meg, ám arra nincs lehetőségem, hogy rendes összehasonlítást végezzek, mert az MQA egy zárt rendszer, és otthoni körülmények között nem tudunk MQA verziót kódolni a saját felvételeinkből, hogy ezt az összehasonlítást elvégezhessük. Milyen kényelmes helyzet ez egyébként a Meridian Audionak, nem igaz? Azért a rendszer meghekkelhető, ahogyan az nem régiben egy szemfüles youtubernek sikerült is. Természetesen tesztelekből álló felvételt nem lehet beküldeni a tidal hogy elkészítsék belőle az MQA verziót. Még csak véletlenül sem fordulhat elő, hogy valaki objektíven vizsgálhassa az MQA teljesítményét, azt csupán csak ezoterikus oldalról lehet megközelíteni. Szóval Cameron, aki a Golden Sound nevű YouTube csatornát üzemelteti, beküldte a saját felvételeit a tidal amelyben a zenei részletek között tesztjeleket rejtett el. Természetesen ilyen formában ez már átment a Tidal szűrőjén, és annak rendje és módja szerint publikálták ezeket a felvételeket a Tidalon MQA verzióban. Az MQA felvételeket a srác ezután kielemezte és arra a következtetése jutott, hogy nemhogy nem, hogy nem bit perfect leképzése az MQA változat az ő saját eredeti felvételeinek, hanem még nagy frekvenciás zaj is került a hallható tartományon belülre az MQA kódolás során, amely egyértelműen nem volt benne az eredeti felvételben. Természetesen ezen kívül még más anomáliákat is felfedezett, amelyekkel kapcsolatban megkereste a meridian még mielőtt publikálta volna az eredményeit, hiszen abban nem lehetett biztos, hogy nem ő volt te az, aki hibákat követett el az analízise során. A cég természetesen érdemben nem foglalkozott a felvetéseivel, és csak ködösen reagálta a felfedezett anomáliákkal kapcsolatban. Nem sokkal később a Tidal azonnali hatállal és előzetes figyelmeztetés nélkül Cameron minden tartalmát eltávolította a katalógusából, tehát nem csak a trükkös tesztfájlokat, hanem az összes korábbi saját szerzeményét is. Egy későbbi blogposztjában Bob Stewart, az MQA atya azt bizonygatta, hogy Nekik ehhez semmi közük nem volt, ez a Tidal szuverén döntése volt. Hát nyilván nem jelezték a trükkös fájlokat a Tidal-nek, amely a saját termékük az MQA elsődleges streaming platformja. Azt hiszem ez is egy olyan történet, ami azt bizonyítja, hogy az MQA körül valami nagyon nincs rendben. Ha Kíváncsiak vagytok erre a történetre, akkor a leírásban megtalálhatjátok a kapcsolódó linkeket, illetve Hegyeshalmi Rihárd a Kubiten megjelen cikkét is melegen ajánlom. A gyártók egy része egyébként már fel is ült az MQA vonatra, legtöbben azért, mert a vásárlóik elvárják tőlük az MQA kompatibilitást. Az, hogy például egy hifi cucc MQA képes, persze nem jelenti azt, hogy rosszabb, mint amelyikben nincs benne az MQA funkció, de azt mindenképpen, hogy drágább, mint amennyi amúgy MQA nélkül lehetne. Egyébként az én subjektív teszteim során nem hallottam problémát az MQA-vel kapcsolatban, nem tartom egyáltalán rossz minőségűnek, ugyanakkor alapvetően nem látom sok értelmét a pénzlehúzáson és a fogyasztók összezavarásán kívül. Egyébként erre a következtetésre jutott néhány gyártó is, gondolok itt például a Shit Audio 2016-ban kiadott kommunikéjére, amely a miért nem fogjuk soha támogatni az MQA-t címet viseli, de ide hozhatnám a Lin blogján 2017-ben megjelent cikket is, ami az MQA rossz a zenének, elmondom miért címmel jelent meg, vagy akár a PS Audio álláspontját is a dologgal kapcsolatban, akik bár a vásárlóik nyomására gyártanak MQA-képes eszközöket, de távolról sincsenek elragadtatva tőle. Szóval innentől mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy a rendelkezésre álló információk alapján érdemese ezért a lehetőségért extra pénzt fizetnie, főleg amikor az Apple és az Amazon is a napokban jelentette be, hogy alapáron fognak nagy felbontású tartalmakat szolgáltatni, mindenféle MQA varázslat nélkül. konklúzió mára tehát az, hogy ha bár a nagy felbontású zenének van értelme és létjogosultsága, de nagyon ingoványos talaj tud lenni az elérhető minőségi tartalom szempontjából. Láthatjátok, hogy lehetnek problémák mind a letölthető nagy felbontású zenével, mind az olyan ezoterikus és objektív módon nem tesztelhető forrásokkal, mint amilyen a Tidal és az MQA. Tudom, hogy nem elvárható, hogy mindenki komplex FFT elemzéseket végezzen az általa vásárolt nagy felbontású zeneszámokon, de ha tehetitek, akkor érdemes ezeket a teszteket elvégezni, hogy lássátok azt, hogy valójában milyen minőségű fájlokat is birtokoltok. Számomra ennek a kutatásnak az volt a nagy megfejtése, hogy végig fogok menni az összes nagy felbontású anyagon, amit az évek során gyűjtöttem össze, és amelyik nem tökéletes, az repülni fog, hiszen egy jó minőségű CD verzió mindenképpen jobb, mint egy rossz minőségű hi res Ha van kérdésetek ezzel a videóval kapcsolatban, akkor tegyétek fel a videó alatt, vagy a Discord szerveremen. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tetétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon vagy a Paypalon keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!